Kerékpár és babakocsi nem szokatlan látvány a bicikli a nyíregyházi főtéren. Sokan kerekeznek a megyeszékhelyen, ami néha nem egyszerű. Kerékpáros járdát csináltak sok helyen, és az nem tetszik, mert a gyalogos is ott jár, az autósok se nagyon figyelnek, nem adnak elsőbséget. De egyébként örülök neki, hogy lehet sok helyen menni kerékpárra. Volt, aki azt mondta, évtizedek óta kerékpározik, és sokatja voltak az elmúlt években a feltételek. Én már nagyon régóta biciklizek, már szerintem 20 éve. És hát régebben nem volt ennyi út, meg szóval nem volt annyira jó. Most jó. Ezért vehette át Nyíregyháza alpolgármestere a Kerékpárbarát önkormányzat címet. Úrik Attila azt mondta, 2010 óta 55 km bicikli utat építettek, és továbbiakat is terveznek. Ebben a ciklusban még saját erőből még 9 km-t fogunk építeni, illetve még a lehetőségekhez képest még tervben van több kerékpárútnak az építése is. Szeretnénk azt, hogyha a városnak a fő közlekedési pontjai kerékpáron is megközelíthetőek legyenek. Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakállamtitkára azt mondta, december közepére elkészül a Nyíregyháza-Tokaj közötti 29 kilométeres kerékpárút. Azt tervezik, hogy egy teljes hálózatot építenek ki a térségben. Egy kelet-magyarországi bringakör kialakításán dolgozunk, amit szeretnénk majd a Tokaj-hegyaljai bringakör kapcsolatával egybeépíteni. Mint hogy Magyarországon a Verencei-tó környékén, a Fertőtő környékén és a Balaton környékén vannak már lehetőségek több száz kilométert is, 229 kilométert talán, ha jól emlékszem, a balatoni bringakörön első körben kerékpározni, és a Verencei-tó is teljes egészében kerékpározhatóvá fog válni. És ezt szeretnénk, hogyha a Körösvölgye elképzelése, vagy más olyan történetek, amelyekről már hallottunk, megvalósulnának Magyarországon, hiszen ennek érdekében sokat kell dolgoznunk, és vállaljuk is a kihívásokat. A díjátadón önkormányzatok és cégek kaptak elismerést. Az ünnepségen elhangzott, eddig az országban 850 km kerékpárutat építettek, de további 750 km-t terveznek.